A most következő igék a Lukács írása szerinti evangélium 11. részének 33-tól 36-ig terjedő verseiben olvashatók. Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével. Jézusnak kedves hasonlata volt a világosság, a lámpás, a fény. Azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Ugyanígy mondja aztán a tanítványainak is, hogy ti vagytok-e világ világosság, akik vettetek az enyémből, és viszitek tovább. És másutt is a világosságról és a sötétségről beszél, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Itt arról szól, hogy a lámpást azért küldik. Olyan kedves volt, amikor Márk evangéliumát magyaráztuk szolgatársammal együtt, vasárnapról vasárnapra fölváltva, és én meglepődve néztem, amikor arról volt szó, hogy a lámpás jön. Ott az eredeti szó az azt jelenti, hogy a lámpás nem azért jön, hogy a véka alá tegyék. A fordításban ez ennyire nem jön ki, de az eredeti szövegben igen. Hát hogy nem, mert ez a lámpás Jézus, aki jött ebbe a világba, és azért jött, hogy megtisztítsa a mi életünket, és meg akarja tisztítani a szívünket, és amikor hagyjuk, hogy átvilágítson bennünket. És bizony az átvilágítása előhozza a sötét részeket. Akkor arról beszél, hogy ha megtisztul a te életed, és a szemed tiszta, akkor az egész tested tiszta, mikor a lélek tükrének mondják a szemet. És Jézus ezzel rendszeresen foglalkozik, és nekünk újra meg újra nagy lehetőségünk az, hogy a világ világossága eljött, és az ő világosságánál kereshetjük mi is a megtisztulást, és azt, hogy valóban világossá legyenek a cselekedeteink, őszinték, nyíltak legyenek, egyre jobban leegyszerűsödjön, átláthatóvá legyen az életünk. Én nekem mindig nehezen esett, amikor valakivel, akár szolgatárs az, akár más, úgy kellett találkozni, vagy akár együtt munkálkodni, hogy nem volt világos előttem az ő indítéka, az ő hozzáállása, az ő gondolkodása. Úgy éltem át annak az örömét más esetben, pedig, hogy a másik ember, a szolgatárs, munkatárs, testvér, az olyan volt, mint akit átvilágítottak, mint aki nem rejt semmiféle szándékot és egyebet, hanem olyan jó vele,
így találkozni, így gondolkodni, így élni, így barátkozni, így beszélgetni. Ugye, testvéreim, sokunknak tapasztalata ez, hogy vannak emberek, akiknek nem látjuk át a gondolkodását, mert olyan kusza, olyan sok minden benne van. És vannak, akikkel nagyon jó ezt a kapcsolatot megosztani, hogy járhatunk olyan úton, amelyen egyértelmű a számunkra, hogy Jézus az életünk fénye, hogy őtőle várjuk, őtőle szeretnénk kapni mindig újra a világosságot.